Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Helyzre András, a Magyhisz elnöke, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Bízom benne, hogy percek múlva is ilyen jókedvű lesz még. Én biztos vagyok benne. Azt csípelik a verebek, hogy a Magyhisz utolsó napjait éli, hogy lemondott az országos főrabbi, hogy még nem választottak új főrabbit. Mire ez a beszélgetésünk adásba kerül, még nincs országos főrabbi, hogy az Orzsénak új rektora van, hogy kiválnak önöktől az ortodoxok. Ugyanakkor a verebek ezt csirípelik, maga meg azt mondja, hogy virágzik a rét, fákat fognak ültetni, és minden a legnagyobb rendben van. Akkor essünk neki egyenként. A minap Varsóba értük utol telefonon, hogy megbeszéljük ezt a mai találkozót. Mi járatban volt a lengyel fővárosban? Onnan kezdem inkább, hogy az idei év az nagyon érdekes volt, mert egy napra esett a lengyel gettó felkelésének 75. A Varsói gettó, igen. A Varsói gettó felkelésének 75. évfordulója, és Izrael megalakulásának 70. évfordulója. Ugye ez nem minden évben van így, hiszen az egyiket a Gergely naptár szerint számítják, a másikat pedig a zsidó hold. A Luak szerint. Így van, a zsidó naptár szerint számítják. A Luak szerint, ahogy hívják a heti tévébe, illetve a Magyar Rádióba. Rendben, akkor a Luak, de ha én mondtam volna, biztos kijavított volna a főszerkesztő. Nem, akkor csak elmondtam volna a nézőknek, illetve a hallgatóknak, hogy mit akar a Luak, de így ön elmondta ezt is, azt is. Rendben, tehát a zsidó naptár szerint. A megemlékezés Varsóba ezen a napon a Varsói gettó felkeléséről szólt, ez egy magas szintű megemlékezés volt az ottani államelnökkel, a Dudával, a Ronald Lauderrel, a zsidó világkongresszus elnökével, ott voltunk a Polin Múzeum mellett, és megnéztük a Polin Múzeumot is. Egy lakótelep kellős közepén. Hát igen, mert hogy az volt a gettónak a központja, és a gettót az házról házra teljesen lerombolták a háború során, a gettó felkelés alatt. Ön mind a magyar zsidóság ernyő szervezetének, a Mazsisznek az elnöke volt ott, vagy mind a Zsidó Világszövetség alelnöke? Én mind a kettő vagyok, de mint a Zsidó Világkongresszusnak, világkongresszusnak az alelnöke voltam meghívva. Ameddig ön ezen az eseményen vett részt, addig népes delegáció képviselte a magyar neológ zsidóságot Jeruzsálemben, Izrael 70. függetlenségi évfordulóján, ahol többek között az életmenetével érkeztek, az életmenet résztvevői is ott voltak. Erről korábban már adásunkban beszámoltunk. Tehát ez történt Varsóban. Megnézte az új múzeumot is? Megnéztem, fantasztikus az új múzeum egyébként, de csak visszatérve a jeruzsálemi 70 éves ünnepségre, nagyon érdekes volt ez a szimbólum, hogy a 75-ös év a Varsói gettó, illetve a 70 év az egyik a gyász, a másik az öröm, és valójában minden zsidó ünnep erről szól, tehát a zsidó ünnepeknél, amikor örülünk valaminek, akkor is megemlékezünk a gyászról. Ugye egy esküvőnél mindig az a pohártörés, amit mindenki ismer, a pohártörés tartását, az valójában a korabeli szentére való emlékezést jelenti. Annak idején, amikor megvarták szüntetni a zsidóságot, akkor nem engedték, hogy legyen zsidó naptár, nem engedték, hogy tudják az újholdat, az ünnepeket. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy van újhold, hogy tudjuk a naptárt használni, ahhoz zsidó oktatásra van szükség. Igen. Alapfokúra, kezdjük a bölcsödénél, majd megyünk az általános iskola, középiskola, majd egyetem. Van önöknek egy egyeteme, amit lánykori nevén úgy hívnak, hogy Országos Rabbi Képző Intézet, napjainkban Orzse, Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem. Így van. Ennek az egyetemnek a rektora elérkezett a 70. életévéhez, és a magyar rendeletek értelmében új rektort kell, hogy válasszanak. Sikerült-e ez? Dr. Schöner Alfred 4 évvel ezelőtt lett megválasztva, ugye a Mazsisz vezetőségének a javaslatára, és lett kinevezve rektornak, és amikor ez a megválasztása történt, ő akkor bejelentette, hogy ez az ő utolsó ciklusa, tehát ő... Annál is inkább eredéli a 70 esztendős kort. Igen, egyházi intézményeknél lehet tovább vinni egyébként, de ő úgy döntött, hogy ugye most már ez 21 éve
csinálja az Orzsini, hogy neki az utolsó ciklusa lesz, és hát ő a korábbi bejelentéséhez tartotta is magát. Úgyhogy mi pályázatot írtunk ki, ez a pályázat a második körben vált sikeressé, és egy filozófust, egy tudóst választottunk a rektor élére. Ki ez a neve is? Vajda Károly, dr. Vajda Károlyt, és ő most az egyetemnek a megbízott rektora. Ahhoz, hogy valaki a zsidó egyetem rektora legyen, ahhoz zsidónak kell, hogy legyen? Szerintem nincs kiírva a pályázatba, de én úgy gondolom, hogy igen. Az Országos Rabbi Képző Intézet 150 éves fennállása óta 140. Én már előlegetettem. Most ünnepeltük a 140 éves. Még nem volt, hogy ne felavatott rabbi legyen a rektor, dr. Vajda Károly, ha jól tudom, akkor nem szerepel a magyar rabbik névsorában. Azért nem szerepel, mert nem rabbi. Tehát én se szerepelek a magyar rabbiknak a névsorában. Valóban ez egy nagyon nagy változás. Az egyetemnek az alapszabályát úgy változtatta meg az egyetem és a mazsisz vezetősége, hogy nem kell, hogy az egyetem rektora rabbi legyen, de megvan ennek. Tehát akkor ezzel az erővel akár egy nő is lehetett volna. Elvileg igen. Elvileg igen, tehát nem volt kiírva, hogy nem lehet nő. Vannak azért tradíciók, amikhez, akik eldöntik végül is a rektor. Meg tudja erősíteni, hogy dr. Vajda Károly próbálgatta szárnyait, mint rabbi jelölt is. Ő három fél évet járt ebbe az intézménybe, mint rabbi jelölt, és aztán utána más. Tehát három szemesztert. Három szemesztert, de azért hagyd mondjam el, hogy az Orzse ma azért egészen más, mint annak idején volt a rabbi képző intézet. Az Orzse ma egy államilag akkreditált egyetem, amelynek van egy nagyon erős bölcsészeti része, bölcsész része, és van egy rabbi képző része, ezért volt az, hogy megváltoztattuk az alapszabályát az Orzsénak, és lehetővé tettük, hogy ne csak rabbi lehessen a rektora. Meg egyetemnek. Nem erősített források szerint a volt országos főrabbi azért mondott le, mert az állapotok a tóva vóhoz vezettek, már-már a reform zsidóság is csatlakozott a mazsihiszhez. Meg tudja ezt erősíteni, vagy cáfolni? Inkább cáfolni tudom. Ez egy rossz értelmezése a mazsi stratégiájának és törekvéseinek. A mazsihisz egy nyitott, a világra nyitott, a változó világra nyitott sokszínű zsidóságnak a megteremtésében az érdekelt, ezért nyitott mindenféle kapcsolatra bármelyik zsidó szervezettel. De azt meg tudja erősíteni, de ez nem jelenti azt, hogy a neológia alapjain van. A mazsihisz változatlanul a neológia alapján akar állni, és a neológia sokszínűségét tekinti értéknek. A neológia viszont a Tóra és a Sulhan Áruh alapjain van. Ezen sokat vitatkozunk egyébként, akár a rabikkal is, és a rabik is egymás között. Az alapszabályunkban a Sulhan Áruh benne van, de nagyon sok olyan vélemény van, hogy a neológia az a Sulhan Áruhtól távolabb is lehet. Amikor Tóva Vóról beszélünk, akkor egyesek azt mondják, hogy a Tóva Vónak az egyik bizonyítéka, hogy a felszabadulás óta önökkel ugyan önálló egyházként elismert ortodox tagozat kiválik önökből. Mit jelent ez magyarul? A mazsisz egy ernyőszervezet. Az ernyőszervezet alá önkéntesen csatlakoztak a taghitközségek a mazsisz megalakulásakor. És bármelyik... A szocializmusban az önkéntes szót azért kétlem, mert nem lett volna nekik más lehetőség. Ez nem a szocializmusban volt már. Mikor csatlakoztak? Ez a rendszerváltást követően, amikor megalakult a mazsisz, én most erről beszélek. Igen. Már, és akkor a taghitközségek önkéntesen csatlakoztak. Tehát a mioknak nem voltak a tagjai? A mioknak a tagjai voltak. Még egyszer mondom, a rendszerváltás után, amikor a mazsisz megalakult, akkor mindenki önkéntesen csatlakozhatott, vagy nem csatlakozhatott a mazsiszhez, és akkor az ortodoxia csatlakozott. Önálló rabbinátussal, önálló rabbinátussal. A mazsisz alapszabály az mindig ügyelt arra, hogy nehogy megsértsük az ortodox testvéreinknek az érzékenységét és az ő szabályrendszerüket. Tehát, nem a neológ országos főrabbi mondta meg az ortodoxoknak, hogy mi kóser vagy nem kóser. Az ortodox hitközség, a mazsisz taghitközségeként
Mazsihisz Ernyő szervezete alá tagozódott tagközségként mindig teljes önállósággal tudott működni. Akkor tulajdonképpen ez egy adminisztratív vállóper? Ez az ő döntésük. Mi nagyon sajnáltuk ezt a döntést, de ez az ő döntésük volt. Ők úgy gondolják, hogy ha a Mazsihiszen kívül fognak tevékenykedni, akkor az ő munkájuk az hatékonyabb lesz nagyon a jelenleginél. Mi pedig azt mondtuk, hogy mi eddig is támogattuk az ortodox testvéreinket, eddig is kapcsolatban voltunk velük, és mi ezután is ugyanezt tartjuk. Nagyon készültem erre a beszélgetésre, és ha jól számoltam, akkor ezren felül van a magyarországi zsidó temetőknek a száma. Így van. És minek utána az ortodoxia előbb volt, mint a neológia, igen, ezért a temetők nagy része ortodox temetők voltak eredetileg. Vajon ez a maroknyi ortodox zsidó közösség gondoskodni fog tudni ilyen több száz temetőről? Hát ugyanúgy, hogy eddig nem tudod gondoskodni, a jövőben sem tud gondoskodni. Tehát ez nem jelenti azt, hogy önök leveszik a kezüket, és tovább nem fogják támogatni szóval őket? Szóval a Mazsihisz eddig is nagyon sok temetőt, több száz temetőt kezelt, ezután is több száz temetőt fog kezelni. A több száz temetőnek egy nagy része volt ortodox temető, és mi ezt felelősséggel és hiteles munkával végezzük. Ennek az önállósodásnak van-e valami, kérdezni fogom, műsorunk vendége lesz az ortodoxia elnöke is, hogy van-e valami egyéb oka, vajon egy újabb zsidó közösségről nem-e feltételezik tévedésből, hogy ők az ortodoxok, és ők meg akarják védeni a saját címüket, és ezért akartak különválni? Nem tudom, én úgy gondolom, hogy ez egy elhibázott lépés volt az ő részükről, hogy különváltak. Ők sokkal védettebb helyzetben voltak a Mazsihisz Ernyő szervezete alatt. Én nagyon féltem őket, és kívánom, hogy sikeresen boldoguljanak a jövőbe. Én bízom benne, hogy a magyar kormány is minden lehető támogatást, amit tud, meg fog tenni. Biztos, hogy fognak kapni támogatást a magyar kormánytól a jövőbe is, hiszen a járadéknak egy részét közvetlenül most is így kapják, mint ahogy a múltban is így kapták. Nem lesz könnyű dolguk egyedül. Nincs olyan zsidó Magyarországon, vagy nincs olyan magyar ember, aki filoszemita, vagy aki szereti a demokráciát, a szabadságot, nem örül annak, hogy 1900 a II. Világháború borzalmai után 70 évvel ezelőtt megszületett az újkori zsidó állam. Ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon sokat tettek a magyar zsidók érte, már maga a megálmodó is, aki valahon itt a környéken született, a szomszédban, Herzl Tivadar. A kérdésem a következő, önnek és csapatának sikerült kitalálni valami rendkívülit. A Talmudban és a Tórában írva vagyon, hogy mit kell, hogy tegyünk azért, hogy kellő környezetben legyünk. Mielőtt egy zsidó települést megépítenek, előtte megtervezik, hogy milyen zöld területek lesznek. Tehát nem előbb a házakat, és utána a közérteket, iskolákat, hanem először a fákat, a környezetet. Igen. A 70. esztendő tiszteletére ön Jeruzsálembe járt, és a Kerenkai Emetnél, abba az erdőtelepítő részben, ahol minden fiúgyerek, minden gyermek születésére az állam fát ültet. Sokan a bar mitzvójukra, sokan a 18. születésnapukra, így aztán az izraeli erdők egyre gyarapodnak. Ön 35 fát ültetett Jeruzsálem erdejébe, most folytatjuk. Következik a folytatás. Mi is a folytatás? Egy picit pontosítok. Valóban Jeruzsálem mellett a Córa erdőbe volt ez az akciónk, ahol a Mazsihisz kezdeményezésére 35 fát nem én ültettem, hanem ültettünk még hozzá az Izraelben lévő magyar diaszpórával. Tehát mi meghívtuk a kinti magyarokat erre a faültetésre, és természetesen a partnerszervezetünket, a Kerenkai Emet. És a Tel Avivi Magyar Nagykövetség. Eljött a Magyar Nagykövetségnek is a helyettes vezető, és ott együtt 35 fát ültettünk el. Hozzáteszem, valóban ez egy olyan terület, ahol egy ilyen faültetési akció van, és ott a Kerenkai Emetnek az elnöke egy lemutatott a völgybe, és ott egy nagy erdő volt, és mondta, hogy azt az etióp aliázók, tehát Etiópiából Izraelbe menekült aliázók ültették, és az már egy komolyabb erdő. Az erdő szélén vannak hatalmas fák már,
amit annak idején Sejber Sándor. Így van, első... és megtaláltuk a Sejber Sándor emléktábláját is, úgyhogy tényleg nagy élmény volt, és rendkívül jó hangulatú volt az egész ültetés. Azért 35 fát ültettünk, mert Izrael 70 éves, és úgy gondoltuk, hogy a mi projektünkben 35 fát Jeruzsálembe fogunk elültetni, és 35 fát Budapesten. És ezzel egy picit szimbolizáljuk egyrészt azt, hogy 70 éves Izrael, 2x35, másrészt pedig, hogy a zsidóság, az a diaszpora és Izraelből együtt alkotja az egészet, úgyhogy május 6-án, 15 órakor a Szent István Parkban, vasárnap, 13. kerületben, majd imádkozunk, hogy jó idő legyen, ott fogunk elültetni 35 fát. Akkor is, ha esni fog az eső. Zsidók és nem zsidók, szervezetek és egyének, én úgy gondolom, hogy varázslatos délután lesz. Higgyék el, érdemes eljönni, például meg lehet nézni, hogy én hogy, milyen ügyetlenkedve fogom az egyik fát elültetni, ez az a megtiszteltetésért, úgyis, mint a Heti TV tulajdonos hírigazgatóját, vagy úgyis, mint az egyik legnagyobb magyar civil szervezet elnökét, hogy részt vettek a 35 fából, az egyiket én ültetettem el, tehát érdemes eljönni. Érdemes, nem? De ha még elmeséltem, hogy hogy kerültünk a Szent István Parkba, ugye én jártam a Tarlós... Ez volna a következő kérdés. A Tarlós István főpolgármester úrnál különböző dolgokat megbeszélni, és én elmondtam, hogy van egy ilyen tervünk és egy ilyen projektünk, hogy 35 fát szeretnénk Magyarországon is elültetni, lehetőleg Budapesten, tud-e nekünk ebbe segíteni. És kérdezte, hogy hova szeretnénk mi ezt ültetni. Hát mondtam, hogy én azt el tudom mondani, hogy hova szeretnék ültetni, de hát annak nem sok esélye van, mert azt mondja, hova? A Szent István Parkba. De aztán utána a főpolgármester úr segítségével fölvettük a kapcsolatot a főkerttel, és kiderült, hogy ez belefér az ő terveikbe és a projektjeikbe, úgyhogy tényleg egy exkluzív helyen lesz ez a faültetés. Egy, ami része lesz egyébként Izrael állam 70 éves évfordulójáról történő megemlékezésnek is. Ez is ugyanazon vasárnapon? Ugyanazon vasárnapon, tehát egy nagy dzsembori lesz ott vasárnap a Szent István Parkban, aminek egy markáns része lesz ez a faültetés. Kedves hallgatóim, Budapesten is, Magyarországon, a magyar fővárosban is, és vidékről is jönnek, illetve vidéken is emlékezni fognak az újkori zsidó állam 70. születésnapjára. Természetesen az a magyar zsidó ernyő szervezet, a Mazsihisz, akik fölött egyesek szerint fekete felhők járnak, s ime nincsenek fekete felhők, sőt, süt a nap. Rektora is van a Zsidó Egyetemnek. Már a köztársasági elnök is kinevezte? Még nem nevezte ki a köztársasági elnök, ez egy elég hosszú procedúra. Akkor megbízott rektor. Megbízott rektorunk van. Az előbb, nem ugyanaz. Előbb föl kell majd terjeszteni őt egyetemi tanárnak, amikor a köztársasági elnök elfogadja az egyetemet, vagy kinevezi egyetemi tanárnak, utána lehet kinevezni rektornak. Így volt ez a korábbi rektor esetében, és én úgy gondolom, hogy itt is ezen a folyamaton végig fogunk menni. Kedves nézőim, kedves hallgatóim, az elmúlt negyed órában Heizler András, a Mazsihisz elnöke volt stúdiónk vendége, beszélgettünk a nem létező fekete felhőkről, beszélgettünk a 75 esztendővel Varsóban történt varsói felkelésről, beszélgettünk a 70 esztendős újkori zsidó államról, beszélgettünk a Zsidó Egyetemről és annak megbízott rektoráról, arról, hogy lesz-e és ha igen, mikor lesz országos főrabbi, Isten segítségével az is lesz, és azt is megállapítottuk, hogy fekete felhőknek, tóvavónak nyoma sincsen, éljen a szivárvány minden színe, az ortodoxiának is sok esélyt és egészséget és hosszú életet kíván. Hezder úr, úgy legyen, amen. Köszönöm, hogy minket választottak. Előzetesek, és jön a következő vendégünk. Tartsanak velünk!